Attila, kérlek, akkor tartsd meg a fizikai intézet képzéseire rövid kis áttekintést, amiután pedig akkor a kérdésekre kerülhet sor érdeklődők részéről. Parancsolj, Attila! Köszöntök én is minden érdeklődőt, és a képzéseink bemutatásánál a honlapunkat hívom segítségül, a részben azért is, mert egyrészt elég szép rendezetten vannak az információk, másrészt pedig azért, hogy így aki esetleg a későbbiekben fölmerül kérdése, most azon kívül, hogy most még itt mi rendelkezésre állunk, meg persze lehet írni is nekünk adott esetben, vagy hívni minket, de hogy itt a honlapunkon is könnyedén megtalálja. Tehát itt az oktatás menüpontban itt látható a képzéseink, ahol látható, hogy egyrészt a fizikai intézet felelős a fizika alapszakért, ami egy 3 éves képzés, és utána erről a fizika alapszakról mehetnek tovább a hallgatóink, hogyha itt minket választanak a fizikus mesterszakra és a csillagász mesterszakra, ez mind a kettő két-két éves képzés, tehát így a mester diplomáig ugye 5 év képzéssel lehet. Ja, igen. Elnézést, itt volt egy kis technikai. Igen, most. Tehát az oktatás menüpont képzéseinkben itt láthatjuk a képzéseinket, tehát a fizika alapszak, fizikus mesterszak, csillagász mesterszak, tehát így a fizika alapszakról erre a két mesterszakra lehet hozzánk jönni, tehát idáig egy 5 éves képzés. Ha valaki tanár szeretne lenni, akkor kétszakos tanári diplomát, azt ugye az úgynevezett osztatlan képzésben szerezhet, ugye itt a fizika tanár szakpár az, amiért mi felelősek vagyunk. Ebben a képzésben itt ugye az az érdekes, hogy attól függ, hogy a általános iskolai vagy középiskolai tanári végzettséget szeretne valaki szerezni, aszerint 1 év különbség van a képzésben, az általános iskolainál ott 5 év, a középiskolán 6 év igazándiból a képzés, úgyhogy az utolsó év az már kinti gyakorlat az iskolánál. Hogyha valakinek van már diplomája, kutatószakos diplomája, fizikus, gépészmérnök diploma, akkor adott esetben, és talán van hozzá kedve, hogy szerezzen egy középiskola fizikatanári végzettséget, akkor lehetőség van egy úgynevezett rövid ciklusú 1 év időtartamú képzésre, ahol ez az 1 év alatt, ami hát úgymond a tanári pályán vagy képzésből számára korábban kimaradt, így a szakmódszertan, pedagógiai, pszichológiai ismereteket tanul. Továbbá, ha valakinek korábban volt szerzett egy általános iskolai tanári, fizikatanári diplomát, akkor itt lehetősége van szintén ugyanerre a képzésre kell jelentkezni, de ő egy más hálóterv szerint haladva fog 1 év alatt középiskolai tanári végzettséget szerezni. Esetében nyilván itt nem a pedagógia, pszichológia ismeretek, meg a szakmódszertanon lesz a hangsúly, hanem a fizika tudományterülethez kapcsolódó ismereteknek a további bővítése. És hogyha valaki megszerezte a mesterszakos diplomát, akár egy a kutatói területen, akár a tanárképzésben, akkor utána nálunk a doktori képzésben, a fizika doktori iskolában folytathatja adott esetben a tanulmányait, jó, ideális esetben 4 év múlva egy doktori fokozat szerzésével. Na most hogyan épülnek fel a képzéseink, hogyha itt a fizika alapszakra rámegyünk? Itt sok minden látható a fizika alapszakkal kapcsolatban, itt első körben a mintatantervre hívnám fel a figyelmet, tehát ebben lehet azt látni, hogyha valaki hozzánk jelentkezik fizika BS szakra, akkor első fél évben milyen tárgyakat fog tanulni, látható, hogy ebben van ugye alap fizika tárgyak, mechanika, illetve vannak benne matematika tárgyak, hiszen ahhoz is fontos a fizika tanulmányokhoz, illetve az informatika is, amilyet szintén a mérések, kiértékelése, modellezésekhez szükséges. Itt láthatók, hogy ezek milyen óraszámban vannak, kreditek, ugye azt kell tudni a kreditrendszerben, hogy átlagosan 30 kreditnek kell lenni egy-egy fél évben, ettől a képzés az 10%-ban alulra fölülre térhet el, hát itt egy picikét nálunk kevesebb, később meg majd több lesz. Ami fontos, hogy a második fél év során ott kell majd választani specializációkból a hallgatóinknak, úgyhogy a harmadik, negyedik, ötödik fél évben itt látható, hogy itt már a specializáció is része a képzésnek. A specializációkban
Nálunk egyrészt van a fizikus specializáció, ami alapvetően az elméleti fizika iránt érdeklődő hallgatóknak javasolt, aztán a csillagász specializáció, ami ahogy a nevében is benne van, aki a csillagászat iránt érdeklődik, és itt azt meg is kell jegyeznünk, hogy ez a csillagászmester képzésnek ez egy bemeneti feltétele, hogy ezt valaki elvégezze. Lehet környezetfizika specializációt is választani, illetve Szegeden itt van az Eliabs lézeres kutatóközpont, úgyhogy ahhoz jól kapcsolódik itt az optika és lézerfizika specializáció. Hogyha a mesterszaknak a hálóterveire kíváncsi valaki, akkor természetesen ott is a belekattintva, ott is lehet látni, hogy a képzés ugye az 2 éves képzés, és ott is vannak kötelező tárgyak, illetve választható tárgyak, ott van egy úgynevezett lézerfizikus specializáció, de ahogy mondtam, a csillagászmesterszak esetében, akkor a csillagászmesterszakra rákattintva ott is megtalálható a mintatanterv, tehát ott is meg lehet azt nézni, hogy milyen kurzusok vannak, ugyanúgy a fizika tanárképzés esetében is. Úgyhogy én többet én nem is gondoltam, hogy egy bevezetőképpen mondani, majd hogyha kérdések lesznek, akkor akár itt ezt az adatokat felhasználva, akár persze így szóban is akkor állok rendelkezésre, és akkor vissza is adom a szót. Köszönjük szépen, Attila! Egyelőre nem érkezett még kérdés itt a chat falunkon, úgyhogy akkor az eredetileg tervezett menetrend szerint folytatnánk. Most akkor Kopasz Katalin szeretném megkérni arra, hogy pár szót beszéljen arról, hogy akik középiskolásként érdeklődnek, vagy felvételi előtt állnak már, milyen szemmel, milyen stratégiát folytatva érdemes itt az utolsó időszakot tölteniük, ahhoz, hogy az egyetemen sikeresen helyt tudjanak majd állni. Parancsolj, Kata! Köszönöm szépen! Én is szeretettel üdvözlök minden érdeklődőt. Alapvetően, amiről most szeretnék beszélni, az a felvételi követelmények és az egyetem valódi teljesíthetőségéhez szükséges feltételek közötti picike kis ellentmondás. Hogyha valaki megnézi a felvételi követelményeket, akkor azt látja, hogy a fizikus szakra való jelentkezéshez egy darab emelt szintű érettségi elegendő, és akkor hajlamosak azt gondolni többen, hogy akkor nem feltétlenül kell nagyon felvértezve lenni különböző ismeretekkel ahhoz, hogy sikeres legyen a képzés. A mai középiskolai követelmények és az egyetem teljesíthetőségéhez szükséges tudás az akkor hozható egyensúlyban, hogyha valaki emelt szinten tanul, és bizony a fizika szak sikeres elvégzéséhez tapasztalataink szerint a matematika fakultációs tananyag teljesítése az elengedhetetlen. Ezért azt javasoljuk, hogyha nem is választ valaki emelt szintű érettségit matematikából, mert optimalizálja a pontszámait, attól még a fakultációs emelt szintű tananyag elsajátítását mindenképpen javasoljuk. Ezen túl, amire még szüksége van minden fizikus hallgatónak, az az angol nyelv ismerete, hiszen az egyetemi képzés alatt azért a szakirodalom az elég hamar és gyorsan fog magyarról, vagy válthat magyarról angol nyelvre, úgyhogy javasoljuk, hogy tanuljanak minél többet angol nyelvet is. És hát ugye a fizika mellett, amit én még kiemelnék, az az, hogy mindenképpen számítson rá mindenki, hogy ma már elengedhetetlen, hogy számítógéppel is dolgozzon, hogy programozási ismeretei is legyenek, úgyhogy az informatika iránti érdeklődés is mindenképpen előnyt jelent. Azt viszont szeretném megnyugtatásul hozzátenni, hogy a szegedi fizika képzésben azok is megkapják a kellő informatikai alapozó ismereteket, akik esetleg a középiskolás évek alatt erre kevesebb hangsúlyt fektettek. Úgyhogy a fizika mellett talán a legnagyobb hangsúlya matematikán van. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, azt gondoljuk mindannyian, hogy ezek nagyon hasznos és fontos tanácsok a felvételért álló középiskolás diákoknak. Kérdés továbbra sem érkezett egyelőre élőben, úgyhogy folytassuk akkor azzal, hogy miután már bekerült valaki az egyetemre, akkor utána mi fog vele történni, ugye, hogy Kovács Attila kollégánk is említette, ugyan a fizika alapszak az
egy egységes alapszak, viszont azon belül különböző irányokat lehet választani. Tényleg az optikától a biofizikán át, csillagászaton és elméleti fizikán bezárólag. Most az utóbbi két irányról beszélgetnénk kicsit röviden. Először akkor Székely Pétert szeretném kérni, hogy a csillagász irányjal kapcsolatos legfontosabb gondolatait, tanácsait ossza meg velünk. Parancsolj, Péter! Köszönöm a szót, szeretnék én is köszönteni minden érdeklődőt. Ugye egyetemünk, a Szegedi Tudományi Egyetem volt az első, aki a 1990-ben akkreditálta az országban először a csillagász képzést. Ugye ez egy önálló szak volt, ugye a 2006-os bolonyai rendszer bevezetését követően a már említett csillagász specializáción lehet ilyen irányú tanulmányokat folytatni. Az elmúlt évtizedekben végzett hallgatóink sikere ugye számunkra is visszajelzést ad arról, hogy alapvetően helyes úton járunk. Ugye mi a csillagászat? Ugye a csillagászat nagyon sokak fejében alapvetően egy ilyen romantikus foglalkozást jelent, de mint kollégáim is említették korábban, a csillagász szakra, illetve specializációra is jellemző ugye a fizika alap, illetve ennek ugye mint segédeszköze a matematika, tehát gyakorlatilag ugye a fizika BSC-n belül ugye a csillagászok is ugye megtanulják azokat a fizikai alapismereteket, matematikai alapismereteket, amelyek a későbbiekben mindenképpen elengedhetetlenek ahhoz, hogy a magasabb asztrofizikai ugye alapokat vagy képzéseket ugye el tudjuk sajátítani. Tehát tulajdonképpen a csillagászatról mondhatom azt, hogy fizika, nagyon nagy részt fizika, nagyon nagy részt matematika, és természetesen itt is az informatika, ami nagyon nagy szerepet játszik. Ugye a szegedi csillagászképzés az nagyon hangsúlyozottan gyakorlati jellegű, tehát természetesen vannak elméleti tárgyaink, de nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a nálunk végzett hallgatók megállják a helyüket obszervatóriumokban, adatfeldolgozó központokban, olyan munkakörökben, amelyeknél ugye az informatikai képzettség nagy előny. Ugye jelenleg is ugye nagy távcsövek működnek szerte a világon, várunk további nagy távcsövek üzembeállására, és ezek ugye azt jelentik, hogy elképesztő mennyiségű ugye feldolgozandó adat fog a csillagászok kezébe kerülni, amelyeket ugye fel kell dolgozni, és ehhez az informatika az nagyon fontos. Tehát ugye az ember látja, hogy a mobiltelefonoknál is hogyan nőnek ugye a kamerapixel méretek, ugye 10, 10, sok 20, 30, 40 megapixelekre, ugye ez igaz a csillagászati detektorokra is, tehát teljesen elképzelhető, hogy egy csillagászati távcső terabájtnyi adatokat ont magából, amelyeket mind-mind ugye a csillagászoknak kell feldolgozni, tehát az informatikában is tetten érhető, ugye ez a big data, ez a nagy adat, kezelése, ez nálunk is szükséges. De természetesen nagyon sok elméleti képzést is kapnak a hallgatóink. Van számos terület, amellyel itt az egyetemünkkel foglalkozunk, a teljesség igénye nélkül szupernova robbanások, exobolygók, gravitáció elmélet, ezekkel a területekkel foglalkoznak kutató, oktató munkatársaink, tehát gyakorlatilag mindenki megtalálhatja a maga igényének, elképzelésének megfelelő területet. Nálunk fokozottan igaz, hogy igazából a PhD fokozat elnyerése az természetesen elég hasznos tud lenni. Nyilván ez más képzésre is igaz, de a hallgatói nagy része ugye PhD tanulmányokat is nálunk végzi, és minden dicsekvés nélkül elmondhatom azt, hogy hallgatóink szép sikere ugye bizonyítja azt, hogy jó úton járunk. Nagyon sok nálunk végzett hallgató külföldi kutatóintézetekben, hazai kutatóintézetekben vezető pozíciót lát el, illetve mondhatom azt minden túlzás nélkül, hogy nagyon jó hírünk van a világban, amelyet ugye a hallgatóink vittek tova. Ennyit szerettem volna egy pár percben összefoglalva mondani, természetesen én is állok a rendelkezésre mind itt az online fórumon, vagy akár egyéb elérhetőségünkön is, ugye, ha megkeresnek, akkor tudunk erről tájékoztatást adni a képzésünkről. Köszönöm szépen a szót! Köszönöm szépen, Péter! Közben már érkezett kérdése falra, azt itt menet közben megválaszoltuk az angol nyelv tudásra, illetve az angol nyelvi tanulás, nyelvtanulás lehetőségére vonatkozott ez a kérdés. Ahogy itt már többektől elhangzott, ugye a szakmai előrehaladáshoz feltétlenül szükséges az angol vagy valamilyen más világnyelv ismerete, mostanában azért különösen az angolra igaz ez, és ezt, ahogy írtuk itt a
chatfalon és válaszban. Itt a fizika intézetben szemináriumi jellegű kurzusokkal is segítjük ezt a szaknyelvi ismeret elsajátítást. Most akkor átadnánk szót Földi Péter kollégánknak, aki kicsit az elméleti fizika irány, illetve a fizikus mesterszakon tanulható ismeretekkel kapcsolatban oszt meg velünk néhány dolgot. Parancsolj, Péter! Köszönöm szépen a szót, és én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Most visszautalnék arra a táblázatra egy kicsit, amit Kovács Attila tanár úr mutatott itt be az első beszélőként. Tehát arról van szó, hogy már a fizika BS alatt, aki olyan érdeklődést érez magában, hogy nem, esetleg nem annyira laborban szeretne dolgozni, hanem a fizikának az elméleti része érdekel, tehát érdekli őt, az már tud olyan kurzusokat, olyan szakirányt választani, amely inkább ebbe az irányba mozdul el. Ez azt jelenti, hogy egy picit több matematikát tanul, mint a többiek, illetve hát a későbbiekben az MSC-n szeretné folytatni, az ahhoz való megalapozáshoz, az ottani elméleti órákhoz is kicsit erősebb alapozást kap. Ez tényleg azt jelenti, hogy azok, akik papíron ceruzával szeretnek esetleg fizikával foglalkozni, vagy feladatmegoldás az, ami őket, vagy problémamegoldás, ilyen jellegű problémamegoldás, ami őket érdekli, azok itt találják meg számukra legjobban, hozzájuk legjobban passzoló órákat. És természetesen itt ugyanúgy a számítógépes ismeretek elsajátíthatók, tehát az ember meg tudja tanulni azt, hogyha nem csak papíron ceruzával kell megoldani egy problémát, hanem eljutunk arra a pontra, amikor már ez nem működik, akkor hogyan tudunk modellt építeni, és ezt aztán alkalmazni arra, hogy megválaszoljuk azokat a kérdéseket, amik felvetődnek fizikai szempontból. Hát nem tudom, szerintem egy kicsit érdemes arról beszélni, hogy ezek a szakirányok azért nem feltétlenül betonozzák be az embernek a jövőjét, tehát függetlenül attól, hogy mondjuk ezt a fizikus szakirányt választja, a későbbiekben lehet belőle nagyon jó csillagász, vagy kiemelkedő kísérleti fizikus, tehát itt nem történik az, hogy akkor aztán már az ember szükségképpen mindig csak integrálokat fog számolni papíron, hanem egyszerűen egy picit a hangsúlyokról itt van itt szó, a hangsúlyok eltolódnak ebbe az irányba, és talán ez az a szakirány, ami leginkább fölkészíti az embert arra, hogy az MSC-ben későbbiekben sikeresen és minél ügyesebben tudja teljesíteni az órákat, de ez mondom, ez valójában csak nüansznyi különbséget jelent, én úgy érzem, tehát ez inkább pusztán csak az embernek az érdeklődése alapján lehet ezt választani, de hogyha valaki ezzel elméleti témával szeretne foglalkozni, akkor itt Szegeden is azért jó sok lehetőségből választhat, a kozmológiától kezdve a fényanyag kölcsönhatás elméletéig, ami nyilván szorosan kapcsolódik a Szegeden hagyományosan erős lézeres kutatásokhoz, statisztikus fizika, tehát véletlenszerű természeti jelenségeknek a leírása, mindez elméleti módszerekkel nagyon szépen kezelhető, és a legtöbb az szorosan kapcsolódik a kísérletekhez és azok értelmezéséhez is, amiből azért szerencsére Szegeden is sokat végeznek, elhajtanak végre, és akkor ezt szépen össze lehet az elméletet és a kísérleteket fésülni ebben az esetben. Én körülbelül ennyit szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban, most visszaadnám a szót. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Péter! Közben aktívan figyeljük a kérdező falunkat, ahol most egyelőre újabb kérdés nem érkezett, viszont az aktív nézőink száma örömteljen emelkedik, ami azt jelzi talán, hogy amikről most szó van, az tényleg többek számára hasznos és fontos. A hátralevő, ebből a fórumból hátralevő néhány percben talán akkor beszéljünk néhány szót arról, hogy amikor már benn van valaki az egyetemen,
és mondjuk a fizika, a BSC-s tanulmányait végzi, akkor esetleg milyen olyan problémákkal, milyen olyan eseményekkel szembesülhet, amire nem árt előre is felkészülni. Mind akik részt veszünk ebben a fórumban, azért már sok éves oktatói tapasztalatokkal rendelkezünk, tehát láttunk már elég sok minden. Talán azt gondolom, erről egy pár szót váltsunk. Nem tudom, kinek van erről elsőként. Remélem, Attila parancsolj. Jó, köszönöm a szót. Igen, tehát itt a más tájékoztatókon is, ugye többször a diákok kérdezték tőlem, középiskolás diákok, ugye ez a kreditrendszer, ugye, mert elterjed az, hogy tulajdonképpen itt, ha egy vizsga esetleg nem sikerül, hogy hát nincsen nagy probléma, mert az a lényeg csak, hogy a megfelelő számú kredit legyen meg, de erre nagyon vigyázni kell, hogy ugye ez nem azt jelenti, hogy ilyenkor ez a vizsgát, ezt már soha nem kell teljesítenünk, ez a gyakorlatilag valóban haladhatunk tovább, tehát a régi osztatlan képzésünkkel szemben, a 2006 előtti időszakkal szemben az az előnye ennek a rendszernek megvan, hogy tud előre haladni a hallgató, de nagyon vigyázni kell, hogy viszont egy kicsikét kezdjük magunk előtt tolni halmozni a feladatokat, úgyhogy ezért mindenkinek, aki akár nálunk, akár másik egyetemen el fogja kezdeni remélhetőleg ősszel a képzést, arra figyeljen, hogy lehetőség szerint minden vizsgát a megfelelő, mint a tanterv szerinti fél évben teljesítsen, és akkor nem lesz semmi gond azzal, hogy sikeresen megszerezze majd a diplomát. Köszönöm. Köszönjük, ez mindenképpen fontos és hasznos információ volt. Kata, parancsolj! Amire szeretném felhívni még a figyelmet a kreditrendszer kapcsán, az előfeltétel rendszer, ami nem feltétlenül ismerős egy középiskolásnak, hogyha nem sikerül egy kötelező kurzust teljesíteni, akkor ugyan haladhat tovább, folytathatja a tanulmányait, de nem biztos, hogy a következő kurzusát tudja teljesíteni, hogyha egy fontos előfeltétel kimaradt a láncból. És bár látszólag, tehát előfordulhat az is, hogy látszólag mindenfél évben megvan a 30 kreditje, de úgy tol maga előtt kötelező kurzusokat, hogy valójában mégsem tudja megszerezni a diplomáját, hiszen a diploma megszerzésnek a feltétele az az, hogy a kötelezően előírt kurzusokat teljesítsék. És még egy fontos dolog, hogy az egyetemi életben a számonkérések rendszeressége az nem feltétlenül olyan periódusú, mint a középiskolában megszokott. És különösen a vizsgatantárgyaknál, az előadásoknál lehet ez egy kritikus dolog, hogy az ember feje fölött nem lógott hétről hétre a felelés vagy a dolgozatírás veszélye, és ezért hajlamos az utolsó pillanatos rohamtanulásban bízni, hogy majd tudja teljesíteni a feladatát, de azért az egyetemi kurzusok tananyagát, annak mennyiségét és mélységét ismerve azt kell mondanom, hogy ez a fajta rohamtanulás már nem biztos, hogy sikerre fog vezetni, úgyhogy ami nagyon-nagyon fontos szemléletbéli váltást igényel az, hogy meglegyen a saját hallgató saját maga által saját magának előírt rendszeres, alapos készülés, ami hozzásegítő ahhoz, hogy tudja teljesíteni a vizsgáit. Köszönjük. Péter, Földi Péternek van még. Ja, csak egy picit szerettem volna ráerősíteni azt, amit most Kata mondott, hogy ugye amikor az ember középiskolából beesik az egyetemre, akkor először egy ilyen végtelen szabadságot érez, hogy még most nem kell vizsgázni, és sok mindent lehet tenni ebben a pár hónapban, és ez jó érzés is, meg nyilván érdemes is kihasználni, de hogyha az ember nem tanul kvázi folyamatosan, vagy legalábbis nem hétről hétre nem hozza, de legalább odáig nem jut el, hogy megértse, hogy mi a következő előadásnak az anyaga, akkor nehézségekbe fog ütközni. Tehát csak erre a veszélyre szerettem volna én is nyomatékosan fölhívni a figyelmet, hogyha az ember bekerül középiskolából egyetemre, akkor annak ellenére, hogy külső nyomás esetleg nincsen egészen a fél év végéig, azért érdemes folyamatosan tanulni. Köszönjük szépen. Igen, azt gondolom, hogy amiután az ember már egyetemista lesz, pontosan mielőtt egyetemista lesz, már akkor érdemes ezzel tisztában lenni,
ne az első vizsgaidőszak elején kapjon valaki a fejéhez, hogy akár már szeptember elején is el lehetett volna kezdeni intenzívebben tanulni. Maradt még 2 percünk ebből a fórumból, közben még újabb kérdés nem érkezett, úgyhogy ez a körkérdésem akkor a résztvevőkhöz, hogy van-e még bármi, amit itt most kimondottan a képzések szerkezete, vagy a képzésben való részvétel kapcsán érdemesnek tartotok megbeszélni. Jó, ha, bocsánat, most közben érkezik egy kérdés. Sámi Márton, kedves hallgatón kérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy fizika alapszak mellett egy mérnöki alapszakot is elvégezzen valaki, tehát párhuzamosan 2 alapszakot végezzen. Ez a kérdés. Attila, parancsolj! Olyasfajta dolgot, olyat lehet csinálni, hogy ugye csak egy szakra lehet felvételt nyerni, és amikor valaki bejutott az egyetemre egy szakon, akkor bizonyos esetekben van arra lehetőség, hogy egy másik szakot is elkezdeni, de azért ez a tapasztalataink azt mutatják, hogy ezek a szakok, ezek az alapszakok, ezek hát olyan mennyiségű időráfordítást igényelnek, hogy ezt valaki el tudja végezni, hogy a párhuzamos képzés az, hát a nagyon-nagyon kiváló diákoknak, azoknak mehet, de azért egy átlagos diák esetében ez inkább úgymond ilyen sorba kapcsolva lehet ilyesmiket elvégezni, mint párhuzamosan. Köszönjük a választ. Péter, Földi Péter, te is jelentkezz egy hozzá, nem véletlen. Jó. Jó, igen, ahogyan a későbbi, bocsánat, Kopaszkata szeretne még hozzátenni valamit. Igen, csak annyit egy fél mondat erejéig, hogy viszont a BSMS rendszer az átjárást tesz lehetővé bizonyos szakok között. Tehát, hogy egy bólogatásos megerősítést majd kérnék, hogy egy fizikus BSC után is bizonyos mérnöki mesterszakokra lehet váltani. Tehát, hogy ilyenfajta átjárhatóság van azért nyilván tárgyi előfeltételek megadásával, de hogy most ez a rendszer ez nem ad végleges pályavonalat valakinek, hanem lehet váltani a képzés közben. Köszönöm. Illetve hát, hogy azt se felejtsük, hogy az, hogy valaki mérnökként dolgozik valahol, mondjuk, vagy fejlesztőként egy adott pozícióban, mondjuk egy cégnél, az egyáltalán nem előfeltétel ennek, hogy ő mérnök diplomát szerezzen. Számos fizika, illetve fizikus diplomát szerző hallgatónk dolgozik mérnöki fejlesztői pozícióban, ahol, amiről hamarosan, kb. 20 perc múlva mindenki élőben is meggyőződhet, hiszen olyan volt hallgatóinkat, diplomásainkat hívtuk meg a következő kerekasztal beszélgetésre, akik pontosan, vagy közülük néhányan ilyen cipőben járnak. Úgyhogy erre a kérdésre ott fogunk akkor részletesebben visszatérni. Közben kaptunk egy olyan kérdést, hogy a kutatásokról részletesebb információt tudnánk adni. Ez pont a következő programpont része lesz, úgyhogy azt gondolom, hogyha itt most még esetleg van valami olyan információ, ami nagyon fontos lehet, akkor az hangozzon el. Attila, a te kezedet látom. Igen, tehát hogy valóban a kutatások olyan nem beszéltünk, csak röviden annyit, hogy egyrészt a BSC képzés keretében ott ugye szakdolgozatot kell készíteni, az utolsó, a harmadik évben van egy úgymond 10 kreditnyi képzési rész, ahol már valójában a kutatást kell végezni, vagy lehet végezni. És de előtte is, ha arról van szó, akit érdekel, akkor van az úgynevezett tudományos diákköri munka, aminél szívesen látjuk a laborjainkban már a hallgatókat, hogy elkezdjék a kutatómunkát. Majd utána a mesterszakon ott pedig hát az úgynevezett diplomamunka készítés, ami megint csak újra a kutatómunka része, ott már ez 30 kredit, tehát 3-szor annyi idő áll rendelkezésre a kutatómunkára, és természetesen a mesterképzésben is, ott is ott van még emellett a tudományos diákköri munka. Nálunk azt gondolom, hogy el lehet mondani itt az intézetben, hogy elég sok projekt is van, kutatási projektek, aminek keretében tényleg nagyon sok hallgató bekapcsolódik a kutató munkába, már azelőtt, hogy
úgymond hivatalosan neki, hát ilyen kutatómunkát kellene végeznie, különösen a diplomamunka esetében. Jó, köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor ezzel a záró gondolatnak is nagyon jó mondatokkal búcsúzunk most akkor ettől a kerekasztaltól, és ahogy itt a kommentfalban is kaptuk a kérdést, tehát a következő blogban most egy néhány videó bemutatásával, kimondottan a kutatási irányokkal kapcsolatban, illetve a fizikus diplomákkal, fizika szakjainkkal kapcsolatos elhelyezkedési lehetőségekről lesz szó. Aki az egyes részekről most itt a beszélgetés elején lemaradt, visszanézheti természetesen később is a YouTube-on, tehát ez se megy veszendőbe, ez mindenki megkaphatja ezeket az információkat. Most tehát először is szeretném megköszönni akkor a négy kollégánknak a részvételt, kedves nézőink felé pedig azt az üzenetet továbbítom, hogy hamarosan folytatjuk. A részletes tájékoztatás már is fél percen belül kezdődik.